Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. No, kérem szépen, a Fehérvári Beszélgetéseknek folytatódik, és remélhetőleg olyan lesz, mint az éjszaka, soha nem érhet véget. A Jégkoron külön kiadása, hiszen Kis Dávid a vendégem. Szervusz, tisztelettel köszöntelek, utánpótlás edzőként, de az idei esztendő legjobb utánpótlás edzőjét köszönhetjük. Azt hiszem, hogy ezt a pillanatot te magad sem fogod elfelejteni, hiszen ez egy olyan megerősítés lehet egy fiatal edzőnek, ami példátlan. Mondom ezt azért, hiszen bár a pályafutásodat végigvesszük, ígérhetem, hiszen 22 esztendős korodban döntöttél úgy, hogy most már edző leszel. Ez is példátlan. És ez a rövid 4 esztendő telt el azóta. És azért, ha valami, akkor azt hiszem, hogy ez szenzáció számba megy. Hát igen, én se gondoltam, hogy ilyen korán kezdeném el ezt az edzői pályafutást. Azért játékosként mondhatom akár minden játékos nevében, hogy mindenki azt kívánja magának, hogy minél tovább tudja játszani. Most nekem máshogy alakult ez, de úgy érzem, hogy azért jókor. Talán jókor időzítettem, és jókor döntöttem, hogy mindennek rendelt ideje van. 8 esztendősen kezdted el a játékot, az első lépteidet, még akkor botorkáltál, ugye ez nem szégyen, hiszen ezt te magad mondtad, hogy elég furcsa voltak az első pillanatok. Alapból a Jégkorongot választottad, mint sportágat? Mi 98-ban költöztünk Székesfehérvárra, előtte Tatabányán laktunk, és teljesen véletlenül kerültem igazából bele ebbe a jégkorongos közegbe, de hát az első pillanattól kezdve megfogott, és amikor az első edzésre lementem, onnantól kezdve nem is nagyon tudtam másra gondolni, hogy mit csináljak, és miről véletlen pont. Megjártad a létrát, ugye 8 esztendőstől egészen ugye a MOL Liga első soráig, a gól királyságig tartott ez az út. Ez 14 esztendőtől lehet fel. Megjártad mind, ugye voltál Red Bull Salzburg Akadémián is többek között. És amikor döntöttél a visszavonulásról, az egy olyan esztendő volt, ilyet kívánok egyébként mindenkinek minden évben, hogy 68 meccsen 63 pontod lett, gólkirály voltál, az első sorban játszottál a MOL Ligában. És mégis azt mondtad egyetemistaként, hogy hát most már, ha nincs tovább, ha nincs feljebb, akkor inkább abba hagyod. Nagyon nehéz döntés lehetett. Hát nem volt egyszerű. Mint minden más velem hasonló egykorú játékos, akkor abban az időben azért küzdöttünk ott a MOL Ligában, hogy mi legyünk a következő generáció fiatalság, aki esetleg ott meg tud ragadni az Ebel csapatba. Aztán be kellett látni, hogy nem mindenkinek adatik meg azért ez a lehetőség, és akkor Fekti István megkeresett ezzel a lehetőséggel, hogy mi lenne, hogyha elkezdeném esetleg az edzői pályafutásomat Tyler Dietrich mellett, akkor még az U20-as csapatot. Ez a megkeresés segített abban, hogy ne örlődj, hiszen azért mindenkinek vannak álmai. Valaki elér egy bizonyos szintet és tudja, hogy tehetséges, már pedig te tehetséges voltál, akkor mégiscsak az Éberről álmodik, a válogatottságról álmodik, annál is inkább, hiszen 2 ifi és 2 junior VB-n is szerepeltél. Hát amikor felajánlották ezt a lehetőséget, akkor hát mondhatni először rosszul esett, hiszen akkor realizálódott bennem, hogy akár itt most a pályafutásom vége is lehet, de aztán másrészről pedig egy jó lehetőségnek láttam azért, mert mégiscsak egy pályafutás után valamit azért egy sportolónak el kell kezdenie, illetve majd valamiben meg kell élnie. Úgy gondoltam, hogyha most időben fiatalon viszonylag elkezdem ezt az edzői karriert, akkor esetleg idősebb koromban már tapasztaltabb edzőként nagyobb lehetőségem lesz, hogy még tovább csinálhassam. Ugye akkor egyetemre jártál, tehát akkor még nem a Jégkoronyban képzelted el, mármint nem edzőként a jövődet. Ez a pillanat, ez meghatározó volt. Azt is mondhatjuk, hogy nem is készültél az edzőségre? Nem, egyáltalán nem. Jártam egyetemre a Jégkoron mellett, de az csak is azért, hogy felkészül arra, hogyha egyszer véget ér a pályafutás, akkor mégiscsak egy papírom legyen. Akkor még Veszprémbe jártam a Pannon Egyetemre, és ahogy elkezdtem az edzősködést, akkor egyből állítottam Budapestre a testnevelési főiskolára.
Amikor arról beszélünk, hogy a jégkorong pályafutás, akkor azért volt sikerben részed bőségesen. Találtál magadnak példaképeket? Hát gyerekkoromban mindig is, ugye a Ocskai Gábor, Palko és Krisztián duót azért mindig figyelmel követtem, mindig kim voltam a meccseken, illetve akkor NHL sztárok természetesen. Játékosként meghatározó példaképem, akire úgy nagyon felnéztem volna, nem volt, inkább több volt, és mindenkitől próbáltam egy kicsit ellesni azért. Amikor eldöntötted, akkor felötlött benned, hogy milyen edzőid voltak, és kire szeretnél leginkább hasonlítani? Igen, akkor elég nehéz volt így játékos fejjel, akkor nem is figyel annyira a játékos az edzőre, és nem nagyon tudtam elsajátítani egy-két dolgot, de aztán, ahogy lenyugodott bennem ez a történet, és elkezdtem dolgozni edzőként, rengeteg feladat beugrott, vagy szituációk, hogy edzők hogy kezeltek bizonyos dolgokat a csapaton belül, és hát igyekeztem azért alkalmazni. Leginkább a külföldi edzőim azért sokat segítettek, akár a Red Bull Akadémián, ott nagyon sokat sikerült elsajátítanom. Amikor megkaptad a felkérést, tehát Fekt István azt mondta, hogy akkor gyere Dávid, illetve a Bece neveden szólít a világon mindenki, oszd meg ezt velünk? Dudu. Igen, tehát gyere Dudu, akkor edző leszel. Mi volt az első gondolatod? Hiszen hát akkor én ilyet elhűlve hallottam volna, hogy na most hiszen csak nem hasonló korú a srácokkal kezdtél foglalkozni. Hát igen, amikor elkezdtük a Tylerrel, a Tyler Dietrichkel, volt az első lehetőségem együtt dolgozni. Szerintem neki is akkor volt ez a legelső komolyabb edzői munkája, előtte már Kanadában edzősködött. De nem volt soha probléma abból, hogy 3-4 év különbség volt a játékosokkal, ezt megtanultam kezelni. Igyekeztem. Ők is, én úgy gondolom, egy idő után ők is észrevették. Igyekeztem úgy helyezkedni, beszélni, viselkedni velük, hogy ne azt érezzék, hogy nem csak barátok vagyunk, de most már azért edzőként. Tehát a játékos mentalitásodat sikerült időben levetkőzni. Ebben mennyit segített a TF, hiszen mondtad, hogy abban a pillanatban már azért tudtad, hogy ehhez kell azért szakmai alap is. Talán ezt inkább más edzőktől, legfőképp a Tylertől, mert vele kezdtem, tudtam elsajátítani ezeket a dolgokat. A TF-en is tanítanak nekünk hasonló dolgokat, de inkább ez szerintem a gyakorlatban mutatkozik meg, a leginkább más edzőktől elcsenni egy-két apróságot. Mi a legnehezebb feladata, hiszen itt is eredménykényszer van, valljuk meg, és te sikeres vagy. A csapatépítés legnehezebb gondja, hiszen az erőlétet, a technikai, taktikai tudást azt el lehet magyarázni, viszont ritkán épül olyan csapat, és ritka olyan edző, aki elmondhatja, hogy egy nap alatt két bajnoki címet szerez. A legnehezebb talán az, hogy ugye mi csapatsportról beszélünk, azért minimum 22 játékosról van szó, ha nem több. És elég nehéz úgy kezelni ezeket, hogy mindenki ugye boldog legyen, hiszen vannak meccsek, amikor ki kell hagyni játékosokat, vagy nem úgy teljesítenek. A legnehezebb talán őket egy egységért csapattá formálni, és tudatosítani mindenkiben, hogy minden emberre szükségünk van, hiszen nem lehet mindenki góllövő, vagy gólkirály, vagy emberelőnyös játékos. Az a 22 játékos, akit nevezhetek a mérkőzésre, nekik együtt egységként kell viselkedni. Tehát figyelnek, hallgatnak rád. Fiatalokról van szó, ezt ne feledjük. A fiatalokkal, tehát tínédzserekkel mégis másként kell bánni, annál is inkább, hiszen a jégkorong sport az vagányok sportja valamelyest. Tehát nem ijednek meg saját árnyékuktól ezek a srácok, és ráadásul bennük van a csibészség is, jó értelemben mondom. Természetesen, de ez a jégkorong sportákhoz azt hiszem, ez hozzátartozik. Tehát ez ennyi kis csibészség azért kell bele, mert mégiscsak olyan sportágról beszélünk, ahol ugye testi kontaktust lehet létesíteni, hogyha valakiben nincs meg ez a kis csibészség, akkor az meglátszik a jégen is, és az bizony előfordult, az hátrányt okoz. Hogy kell kezelni egy fiatal tehetséget, egy kiugróan tehetséges srácot? Hát van recept? Mindenki ez külön recept? Hát mindenkit külön kell kezelni természetesen. Azt be kell látniuk, hogy attól még, hogy az utánpótlásban valaki eredményes,
nem biztos, hogy ugyanabba a szerepkörbe bele fog tudni majd csöppenni, hogyha esetleg már felnőttek ellen kell játszania, vagy a felnőtt csapatba bekerül. Ez a legnehezebb nekik szerintem, mind mentálisan talán egy kicsit feldolgozni, hogy előtte elsősorosként rengeteg jégidővel, rengeteg góllal játszottak, és egyik pillanatra a másikra meg kell tanuljuk szisztémába együtt játszani, és nem biztos, hogy ugyanannyi jégidő lesz. Negyedik sorban adott esetben kevés jégidővel. Ez fontos, hogy mindenki ne lépjen lépcsőfokot. Én el tudom képzelni, hogy nyilván mindenki Galló szeretne lenni, Erdély Csanád, vagy éppenséggel Stipsics Bence, és sorolhatnám vég nélkül, de azért tisztában vannak a saját korlátaikkal? Vagy pedig ez az edző dolga, hogy ezt elmagyarázza nekik? Hát kicsit mind a kettő, leginkább az edző dolga, hogy fenyissa a szemüket. Vannak játékosok, akik a tehetségükből adódóan tudnak esetleg egy vagy két korosztályt feljebb ugrani, de az nem jelenti azt, hogy ki kell hagyniuk bármiféle olyasmi dolgot, amit a saját korosztálya végez per pillanat, mert később ez bizony előjöhet, hogy egy korosztályt kihagyott, és valami fontos elemet, egy apró dolgot nem tanult meg esetleg. Márpedig az apró dolgokból épül fel a jégkorong, mint csapatjáték mindenképpen. Tényleg a tehetség és a szorgalom hogy aránylik egymáshoz? Én most úgy látom, hogy egyelőre a tehetség most több, ami jó dolog, csak szerintem egy idő után a tehetséget le fogja hagyni a szorgalom, és ezért is számítok én mindenkire, azokra is, akik eddig nem voltak úgy rivalda fénybe, mert előfordul igenis az, hogy valaki szépen csendben, alázatosan dolgozik, és amikor bizony teljesíteni kell, akkor jobban teljesít, mint egy olyan játékos, aki évek alatt, vagy az évek során meghatározó játékos volt. Helyükre tudott tenni? Az kifejezetten tehetséges és mégis nehéz fiatal tínédzser sztárokat? Igen. Kell ez egyáltalán? Kell, nagyon fontos szerintem, hogy ne érezzék azt, hogy ők annyival különbek lennének, mint bármelyik csapattársuk. Egyértelmű, hogy a meccseken a jégidők és a különböző játékszituációkban több lehetőséget kapnak, de azt is hozzá kell tennem, hogy nem biztos, hogy egyedül képesek lennének erre. Tehát mindenféleképpen szükség van azokra a játékosokra is, akik keményen megdolgoznak mindenért, és próbálnak arra szintre eljutni, ahol a hasonló korú belül játékosok már előrébb tartanak. Mennyit kell egy kiemelten tehetséges edzőnek foglalkoznia a csapatával, mennyit kell készülni? Ez 24 órás feladat, én azt gondolom. Hát sosincs megállás, én úgy gondolom, ugye eleve egész héten vannak edzések és mérkőzések, a hétvégék nincsenek igazából, ünnepnapokon is edzések vannak, illetve mérkőzések. Ez egy elég hosszú út, de hát mindenki ezt választotta, ez nincs megállás. Tehát minden siker, tehát egy átadott kupa a következő siker kezdete, ugye? Így van, az addig tartott. Az addig tartott. Márpedig most volt részed benne. Most viszont, tehát kicsit beszéljünk a válogatottról. Amikor a válogatottnál, ugye Svasznek Bencével vagytok ketten másodedzők, és Glenn Williamson a szövetségi edző, akkor ha Fehérvári válogattok be, az előnyt jelent, hogy Fehérvári? Nem igazán, és leginkább azt szeretnénk elérni, hogy minden klubcsapatban minden játékos megkapja a lehetőséget. Talán azért jelent előnyt egy kicsit, hiszen Magyarországon azért az egyik legnagyobb akadémia mi vagyunk, és az eredmények is ezt mutatják, így több játékosnak van lehetősége, de ez itt azért az évek során lehet, hogy azért fog változni majd. Most egy felsorolás következik, és majd azért azt nem mondom, hogy fűsz hozzájuk, de azért az U18-as keretet mondom, a 99-esek közül, ugye Volános, Szeles Martin, Halasi Márk, Makovics, Madácsi, a 2000-ben születettek közül, tehát ők a 16 esztendősek még mindösszesen, Balajti, Dani, Fekete Botont, Horváth Mátyás, Illés Olivér, Vértes Nátán, ugye az ő nevét tudjuk az ügyességi versenyből is. Ez egy veretes névsorám. Tehát néztem, én büszkén számolgattam, hogy csupa Fehérvár, és már kicsit úgy néztem sportkedvelőként, mint egy szülő. Igen, hát akkor még ti, akik ebben nyakig benne vagytok, mint nevelőedző.
és én szívem szerint még több játékost egészítenék ki azért erre a, ehhez a sorhoz. Azt mondom hozzá mindjárt az U20-at. Igen, hogy én az U20-as válogatottal. Igen, tudom, csak azért mondom, hogy utánpótlás edzőként, tehát jó úton járnak. Azokkor mondom az U20-at. Bors Gergely, Erdély Botond, Imre Patrik, Szabó Dávid, Takács Bence, Vas Márk, tehát öt bek, és négy csatár, Kis Patrik, Tóth Renátó, Nagy Ákos, Vizi Dani, kihagytam valakit? Tizen. Hát vannak játékosok, de hát ez a sérülésből adódóan, illetve azért a teljesítmény alapján itt is vannak azért mozgások, tehát ezek nem fix helyek, minden hónapban találkozik a válogatott, és mindenki kap lehetőséget, és hát most majd decemberben a közelgő VB-re kell bekerülni igazából. Ez egy csoda csapat. Tehát ilyen szempontból azt mondják tényleg, hogy könnyű edzőnek lenni egy olyan, ahol ennyi válogatott játékos szerepel. Mert hajlamos elhinni az ember, hogy ez tényleg így van, holott ő nevelte ezeket válogatottá. Ugye? Hát itt nagyon sok edző munkája benne van azért, és ez a munkája itt az évek során. Most per pillanat engem ért a megtiszteltetés, hogy őket szerencsére láthatom a válogatottba is, nem csak itthon a klubba. Reméljük, hogy azért ez azért még folytatódni fog, és egyre többen tudnak ebbe belekóstolni. Ez azért is fontos, mert számtalan kollégáddal, edző kollégákkal beszélgettem az elmúlt időszakban, hogy eldöntésre vár, hogy légiósok vagy fiatalok. Eldöntésre vár, hogy mi legyen az arány, eldöntésre vár, hogy milyen szintű légiósok legyenek. Néhányan azt mondják, hogy a sztároktól lehet a legtöbbet tanulni. Mások azt mondják, hogy azok a középszerű, de mégis alázattal játszó jégkorongosok az etalonok és a példaképek. De miként látod, hogy lehet ezt az arányt idealizálni? Ezzel egyetértek, hogy mégiscsak kimagasló képességű légiósoktól lehet jól tanulni a fiataloknak, de azt is el kell érnünk, hogy most már itt az évek során az akadémiából kitermelődő játékosok ne csak egy negyedik sor vagy egy harmadik sor szerepét tudják betölteni, hanem egy ilyen mixelés során esetleg a légiósok mellé betenni egy fiatal feltörekvő tehetséget, aki megkapja a lehetőséget és a bizalmat, és mellette tudnak segíteni neki a rutinos légiósok. Ez egy felelősség? Hát leginkább igen, azért itt megint attól függ, ugye, hogy azért egy bizonyos eredményt elvárnak ugye azért a felnőtt csapattól, és nem lehet mindig a fiatalokat oda tenni minden szituációba, de előbb-utóbb én remélem, és itt talán egy-két éven belül, maximum három éven belül el fogjuk azt érni, hogy az Ebel csapatba igenis jó nevű légiósokat tudjunk hozni, és mindegyik sorban legyen akár kettő-három fiatal, és így megosztva. Kellően érettek már rá? Mert hogy a felelősség azért egyik oldalról a nevelőedzője, az utánpótlás edzője, a másik pedig, hogy az eredménykényszer pedig néha gátja a fiatalitásnak. Hát meg tudják azért szépen járni itt a ranglétrát, ugye egy fiatalnak itt van lehetősége, ha most egy U18-asról beszélünk, fel tud játszani az U20-ba, hogyha kiemelkedik, akkor utána most újra van Móliga csapatunk, ami már megint felnőtt bajnokság, ugye a magyar bajnokságba. Abba is be tud kicsit kóstolni már a nagyobb tempónál az idősebb játékosok ellen, hogy is kell. És hogyha azt az akadályt is jól veszi, akkor feltétlenül be kell dobni a mély vízbe az Ebel csapatba, és aztán kiderül hamar, hogy képes erre. Készen állnak rá? Én úgy gondolom, hogy legtöbben igen. Ez ott abban a pillanatban ki fog derülni, hogy majd megkapják a lehetőséget. Jó, tehát megkapják, bízom benne és biztos vagyok benne, már csak Ocskai Gáboron múlik és a szakosztályvezetésen, hogy kényszert érezzenek-e arra, hogy fiatalítsanak, de ez legyen az ő gondjuk, mert hogy a nézők bizony kitartanak a csapat mellett jóban, rosszban, nem véletlen, hogy Székesfehérváron a bajnokok városában, tetszik, nem tetszik, ezt üzenem mindenkinek, mert megróttak, hogy én ezt minden műsorban elmondom. A arányaiban a jégkorongot látogatják messze a legtöbben. Ugye minden mérkőzésen teltház van az Ebelben, és most már egyre többen járnak Molliga meccsre is, tehát ez valóság, és nem ferdítek, és nem túlzok. Viszont mennyit segít a közönség, ha már a közönségnél tartunk? Azon, hogy a játékosok kitegyék szívüket, lelküket Kékfehérben. Rengeteget egyébként, és ezt nagyon köszönjük is nekik, és nagyon hálásak vagyunk, hogy itt évtizedek óta kitartóan szurkolnak a csapat mellett, és mindig mögöttük állnak bármilyen eredmények is születnek.
Én a játékosként is visszaemlékszem, teljesen más kijönni egy olyan csarnokba, ahol rengeteg szeretet fogad körbe, és szurkolnak neked, mint egy üres csarnokba. És ez bizony néha az eredményeken is meglátszik. Én emlékszem, annó volt egy mérkőzésünk az U20-szal, még annó kimentünk Znojmóba, és hát nem a legerősebb kerettel mentünk ki, és nem igazán úgy tűnt, hogy mi leszünk a győztese ennek a mérkőzésnek, és egyszer csak egy egész busznyi szurkoló megjelent Znojmóba dobokkal és zászlókkal, és az nagyon-nagyon sokat segített nekünk. Én úgy gondolom, hogy akkor sikerült is megnyernünk a mérkőzést. No, ennek örülök. Akkor még egyetlen, egy kicsit azért körülnéztem, hogy a TFN nem csak komoly tanulás van, hanem játék is. Nem is csoda, hiszen az Oxford Canadiens ellen játszottatok, 9-6-ra nyertetek, bár a Superlevi, ezt megkezdtem már adás előtt, hogy a Superlevi ugye nem kapus volt, hát nem. Azt hiszem, hogy az ilyen buli meccsek hozzátartoznak abszolút az élethez. Abszolút, ezek nagyon jó dolgok. Mi is megismerkedhetünk más egyetemről, más országból érkezett játékosokkal, illetve hát elég nagy most már ez a magyar hoki társadalom, illetve kezd nőni, és aki oda jár a TF-re, velük tudunk így egy közösséget alkotni, és hogy meccset tudunk játszani, az mindig egy jó dolog. No, helyek közel felvázoltuk a fiatalok jövőképét, viszont szeretném megtudni, ugye a TF már mögötted van, és tehát egy kvalifikált edző, egy tehetséges edző vagy, ez bizonyítja az év utánpótlás edzője díj is. Milyen jövőképet jósolsz magadnak? Mit szeretnél elérni? Amit csak lehet, igazából játékosként is arra törekedtem, hogy minél tovább, minél magasabb szintre jussak. Ugyanaz az elvárás magammal szemben edzőként is. Bármi adódik, én azt teljes bedobással és örömmel fogom majd csinálni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, gratulálok még egyszer. Én azt hiszem, hogy kis Dávidot, Dudut úgy ismerhettük meg, mint egy remek játékos, nagyszerű edző, jelen esetben a legjobb magyar utánpótlás edző, erre büszkék vagyunk Székesfehérváron, gondolom minden játékosod büszke, és azt gondolom, hogy csak így tovább, hiszen az a sok-sok szurkoló, az a 3,5 ezer, 2,5, 3,5 ezer, mikor mennyi szurkoló, aki bezsúfolódik a csarnokba, igen, hát már elvárja, hogy szeretne igazi fehérvári legendát köszönteni, és azt hiszem, hogy ti jó úton jártok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, az év utánpótlás edzője Kis Dávid volt a vendégem. Azt hiszem, hogy a jégkorong megérdemli, hogy hétről hétre foglalkozzunk az edzőkkel, hiszen ők tesznek a legtöbbet azért, a játékosokon túl nyilvánvaló, hogy Székesfehérvár igazi hokiváros legyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!